Az 1945-ös demokratikus választásokkal létrejött nemzetgyűlés 1946. január 31-én fogadta el a Magyarország új államformájáról szóló 1946. évi első törvénycikket. Másnap, február 1-én a nemzetgyűlés Tildy Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek, kikiáltották a köztársaságot a magyar nemzet történetében másodszor. A köztársaság kikiáltása a megelőző negyedévszázados Horthy korszakkal való szakítást volt hivatott kifejezni. Az államforma népszavazás nélkül pusztán egy törvénycikkellyel történő megváltoztatásra kezdetektől sok bírálatot kapott, mert sokan érezték úgy, hogy ez megtagadása a megelőző ezer év történetének. 1946. február 1-e a magyar köztársaság kikiáltása. Tehát azóta van hivatalosan köztársasági államformája Magyarországnak. 1918-ban érdekes módon népköztársaságként alakította meg a Károlyi kormányzat az országnak az új államformáját. Úgyhogy problematikus volt ez az úgynevezett köztársasági államforma, a népköztársaság, hiszen az úgynevezett ellenforradalmi időszakban ezt nem pejoratív mellékzöngével én állítom, vagy más történészek, hanem ugye a rendszer, amely ugye megalakult végül is 1919 második felében, 1920 márciusában, az kezdetben büszkén hirdette magáról a két forradalommal. Tehát egyrészt ugye az úgynevezett polgári demokratikus forradalom, amelynek ugye az államformája végül is a népköztársaság lett, és az első elnöke az ugye Károlyi Mihály. Másrészt meg ugye a proletár diktatúrával szemben a rendszernek az újfajta jellegét, és ugye tulajdonképpen itt ugye a visszatérés volt a gyökerekhez, tehát a királysághoz, a normális, mondjuk így, hogy államformához. 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.